Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatómon. Néhányan bizonyára emlékeznek arra, hogy júliusban már egyszer ismertettem önökkel az Ásváros közelében épülő akkumulátoripari gyárral kapcsolatos visszásságokat. Sajnos az itt élő lakosság azóta sem rendelkezik megnyugtató válaszokkal a felmerülő problémákra, aggályokra. Emlékeztetés gyanánt pár mondatban az eddig történteket összefoglalva elmondható, hogy az Orbán kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt hazánk igen nehéz helyzetbe került, ezért válogatás nélkül engednek be minden olyan veszélyes üzemet az országba, amelyek lehet, hogy rövid távon gazdasági haszonnal kecsegtetnek a döntéshozók számára, azonban sajnálatos módon az esetleges hátrányokat és kockázatokat már a gyár dolgozóinak és a helyben lakóknak kell elszenvedniük. Ettől tartanak Komárom-Esztergom megyében, az Ácsváros közelében élők is, ahol június 21-én jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy egy 520 milliárd forintos beruházás keretében az akkumulátorokhoz szükséges katódó gyártyó üzem megépítését tervezik a település közelében. Az itt élők érthető módon szeretnének többet megtudni arról, hogy a beruházás milyen hatással lesz az életükre, ezért a helyi önkormányzat a nyár végéig ígért szélesebb körű tájékoztatást az ügyben. A napvilágot látott információk szerint azonban leghamarabb októberben várható közmeghallgatás a fejlesztéssel kapcsolatban. Szentérmai István polgármester szerint, idézem, az önkormányzatnak is van információja, de még nem mindenről 100%-osan tudunk, hiszen az egész beruházásnak most még csak a tervezési időszaka van. A településen élők körében azonban egyre sokasodnak a beruházás kapcsán megfogalmazódó kérdések. Tekintettel arra, hogy a magyar állam támogatásával készülő beruházásról van szó, ezért elvárható, hogy amennyiben a települési önkormányzat nem akar a közösség elé állni és válaszokat adni a felmerülő kérdésekre, akkor a lakosság tájékoztatásában kormányzati szerepvállalásra is szükség van. Márpedig a helyi önkormányzat hónapok óta nem hajlandó érdemi válaszokkal szolgálni. A legfontosabb kérdés az üzem működésével kapcsolatos biztonsági adatlapok nyilvánosságra hozásának ügye. A helyben élőket különösen érdekli a mangán, kobalt, nikkel és más különösen veszélyes alapanyagok felhasználásával készült vegyület környezetre gyakorolt hatása, merről hivatalos állásponttal nem rendelkezünk. Nagy érdeklődésre tart számot ezen felül a beruházás vízigényének kielégítése, mely sajtóhírek szerint a korábban hangoztatott állásponttal szemben kizárólag szürke víz felhasználásával lehetetlen kielégíteni. Nem világos továbbá a kiváló minőségű termőföldre tervezett napelem park szerepe sem. A nyári hónapokban ugyan segítséget jelentett a működésben, de az év további szakaszában azonban kérdéses a gyár energia ellátása. A fentiekre tekintettel írásbeli választékigénylő kérdést nyújtottam be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek. Hogyan kívánja segíteni Ácsváros lakóinak tájékoztatását a katódgyár környezeti hatásainak ügyében címmel? A bádványomban az alábbi konkrét kérdéseket tettem fel a miniszter úrnak. Hogyan kívánja segíteni Ácsváros lakóinak tájékoztatását a katódgyár környezeti hatásainak ügyében? Hogyan lehet az, hogy az önkormányzat még nem rendelkezik teljes körű ismeretekkel, amikor a tervezés fázisa, tekintettel az üzem tervezett megnyitására, már minden bizonnyal régen lezárult? Mivel támasztják alá, hogy a veszélyes anyagokból készült vegyület nem jelent veszélyt a helyi lakosságra, ha ez egy olyan új technológia, amiről még a helyi önkormányzat sem tud mindent? Az itt élő lakosságnak joga van tudni, hogy milyen beruházást kívánnak megvalósítani a szomszédságukban, ezért arra kérem a miniszter urat, hogy szíveskedjen mielőbb tényleges, érdemi válaszokkal szolgálni a feltett kérdéseimre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!